Rendkívüli testületi ülést tartottak Pakson, melyen a költségvetésről, közlekedésbiztonsági fejlesztésekről és jutalmazásról is tárgyalt Paks képviselő testülete. Szabó Péter polgármester a veszélyhelyzet ideje alatt hozott döntéseiről is beszámolt. Több mint 100 intézkedést hoztam meg ez alatt az időszak alatt. Közel 94 millió forintot költött a város a koronavírus járvánnyal kapcsolatos védekezésre. A veszélyhelyzet idején kiemelkedő teljesítményt nyújtó köznevelési, valamint egészségügyi és szociális intézményekben dolgozók jutalmazására 47 millió 724 ezer forintot különítettek el. A döntés értelmében 225 intézményi dolgozó kap jutalmat. Kiemelkedő elismerést kap a Paksi Életfa, Idősek Otthona és a Paks Kistérségi Szociális Központ 103 munkavállalója, akik munkájának eredményeként senki sem fertőződött meg Pakson. Ők bruttó 400-400 ezer forintot kapnak. Arról a megvalósíthatósági tanulmányról is tárgyaltak a városatyák, amely alapján megoldódhat a gyalogosok biztonságos átkelése a Kölesdi úton, valamint elindulhat a Kölesdi út, elkerülő út, csomópontban körforgalom vagy jelzőlámpás forgalom irányítás kialakítása. Elfogadtuk azt a verziót is, ami viszont a Kölesdi út és az elkerülő út, vagy menekülő útnak is szokták nevezni, csomópontra vonatkozik. Ott ugye az a két variáció volt, hogy vagy jelzőlámpás, vagy körforgalom, és a körforgalom kialakítása mellett tettük le egyenlőre a voksunkat. Rendes, betervezett testületi ülés legközelebb szeptemberben lesz Pakson, de a nyár folyamán számolnak rendkívüli ülések beiktatásával is, mivel az évszázad egyik legnagyobb beruházása zajlik az atomvárosban.